Sziasztok, mi a Szurkok az Átokért csapatnak vagyunk a tagjai. Mi Budapestről jöttünk, illetve csatlakoztak hozzánk Salgó Tarjánból is. És igazából ami pár nappal ezelőtt az interneten fent volt, hogy egy fiatal kisgyerek vagy egy kisfiú egy macskát földhöz vágott, mi úgy érezzük, hogy teljesen mindegy, hogy roma, magyar az elkövető, teljesen mindegy, hogy milyen állatot kínoznak, macskát, kutyát, haszonállatot, tényleg bárkit, azért fel kell lépnünk. Igazából a rendőrség nagyon gyorsan kiérkezett ide ránk, szinte egy 4-5 autóval itt vannak, és igazából mi azt szeretnénk, arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy bárki, aki állatot kínozott, mi meg fogunk jelenni, és számon fogjuk kérni, hogy ez miért és hogy történt. És igazából a itteni romáknak a 90%-a teljes mértékben fel volt háborodva, és teljes mértékben mellettünk állt. Szóval döbbenet volt, ugye úgy jöttünk ide, hogy ez itt egy Chicago, és hogy itt biztos, hogy nem fogunk kimenni élve. És döbbenet volt, hogy tényleg a salgótarjáni emberek mennyire szívükön viselik ezt az ügyet, és hogy folyamatosan kapjuk az oldalunkra is az üzeneteket, hogy hoznak kávét, sütit, bármit, hogy tényleg egy ilyen összefogás lehet itt, és reméljük, hogy ez a család el lesz tiltva az állattartást, és meg például, amit tegnap is csinált még az apuk, hogy provokálta Facebookon is a népet, hogy ő még macskát venne olcsón, hát akkor meghoztuk neki a macskát, de nem akart átvenni igazából, szóval oda kell menni, bele kell állni az arcukba, és tényleg el kell rettenteni őket az állatkínzástól. És egyébként célt értetek ezzel, vagy mi a további teendő? Ugye azt láttuk, hogy nem nagyon jöttek ki a lakásból, de hogy mi a további lépés, ha mondjuk nem sikerül találkozni velük? Azért most már kaptunk üzeneteket, hogy merre vannak a városban, nem mernek ők hazajönni, mert félnek tőlünk, holott tényleg békés szándékkal jöttünk le, nyilván nem egy 15 éves kisfiút akarunk megverni, vagy az édesapját, hanem elmagyarázni nekik, amennyire lehet, akár az ő szintjünkön, és nem akarom őket megbántani, de elmondani nekik, hogy ez nem divat már Magyarországon az állatkínzás, nem divat az, hogy poénkodunk egy macska megölésével, és persze álljunk ki a fia mellett, hát hisz a fia, de tartsa egy olyan irányba a fiát. Én úgy tudom, hogy most már belépett a gyámügy is, és azért tényleg itt a rendőrség elég komolyan fellép most ebbe az ügybe, azért év elején lett egy nagyon jó és nagyon szigorú állatvédelmi törvényünk, és igazából mindegy, hogy ki kín az állatot, amit mondtam, roma, magyar, kisfiú, kislány, idősebb ember vagy fiatalkorú, az állatkínzás az állatkínzásnak minősül.